Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsorát, a Krédó katolikus krónikát látják. A püspökség egyik terméből köszöntöm Önöket szeretettel. Nézzük, mi lesz a mai műsorunkban. Tantermen kívüli digitális oktatás. Az Apor iskolában jártunk. Maturálás Moson-Magyaróváron. Érettségi a piaristáknál. Járványhelyzetben értek meg. Pruhászkások történelemírás belie. Online Mária köszöntő. Virtuális térbe került a gradistjai horvátok imádsága. Szerecsen Madonna, a rába köziek búcsúja Csornán. Jézus a jó pásztor, Juhos Imre lébényi plébános elmélkedése. Tartsanak velünk az elkövetkezendő fél órában. A tantermen kívüli digitális munkarend az egyik pillanatról a másikra megváltoztatta a hazai oktatást. Néhány nap alatt kellett egy teljesen más struktúrában nevelni, oktatni a diákokat. Az Apor iskolában kérdeztük meg, hogyan sikerült az átállás. Furcsa, hogy tanév közben hétköznap délelőtt néma csend van egy iskolában. Üresek a Győri Apor iskola folyosói, tantermei is. Az új koronavírus járvány miatt március 16-ától tantermen kívüli digitális oktatás keretében nevelik a tanulókat országszerte. Az Aporban volt olyan osztály, ahol szinte azonnal elkészítették az internetes platformot. Már érkezett tőlük az első e-mail, ők már megcsinálták maguknak a felületet, ahol legyek szíves jelentkezzek be, és azóta is a felületen dolgozunk. A tantermen kívüli digitális tanrend nagy kihívás diáknak, pedagógusnak egyaránt. A járvány miatt ráadásul egyik napról a másikra történt a váltás. Felkészülésen nem volt lehetőség. Az Aporban a készségtárgyakra is fordítanak időt. A kis lelkéhez is kell, hogy a művészetek is azért megtalálják otthon, és nagyon igénylik. Tehát én is kicsit szkeptikus voltam az elején, hogy majd mennyire fognak visszajönni a feladatok, és nagyon-nagyon szépen dolgoznak a gyerekek otthon. Ebben a szülők is nyilván benne vannak. Ugye mi nagyon sok tagozattal működő iskola vagyunk. Nyilván egy gimnazistával könnyebben tudok kommunikálni és együtt gondolkodni egy projekt kapcsán, mint egy kisgyerekkel. A kisgyerekeknél, hogy ott a szülőknek óriási felelőssége és szerepe van, úgyhogy le a kalappal a szülők előtt, ezt kell, hogy mondjam. A pedagógusok kreativitása ott kezdődik, hogy olyan feladatokat kell kitalálni, ami nem csak érdekes, hanem otthon is rendelkezésre áll a megfelelő eszköz. Van egy művészeti iskola, nagyon jól felszerelt rajztermekkel. A gyerek semmilyen felszerelést nem hoz, mert minden ott van a rajzteremben, tehát semmit nem vittek haza. Úgyhogy ott kezdődik a kreatív tanári munka, hogy kitalálni olyan feladatsorokat, amihez otthon talál dolgokat. Úgyhogy a nagyobb például nagyon sok telefonos feladatot csinálnak, tehát olyan vizuális ötletek, amit mondjuk fényképezéssel telefonnal meg tud oldani. Vagy most például kávéfestményt kellett készíteni, mert nem volt otthon festék, és kávéval festettek nagyon szép kis illusztrációkat. Az iskola hivatása nem merül ki az ismeretek átadásában. Az egész személyiséget kell formálni, még a digitális munkarendben is. Mi teljes embert nevelünk. És hát nagyon-nagyon fontos keresztény iskola lévén, hogy valóban a gyerekeknek odafigyeljünk a lelkére és a gondolataira, és hogy mi van az ő kis szívükben. Ezt most is megpróbáljuk megtenni, hát sokkal nehezebb. Az új koronavírus járvány miatt gyorsan kellett meghozni az intézkedéseket, így azt is, hogy a gyermekek, a szülők és a pedagógusok egészsége védelmében ne látogassák az iskolákat. Ahogy kollégáimat, engem is roppantó váratlanul ért az, hogy hétfő reggel nem fogunk gyerekekkel találkozni az iskola épületében, nem úgy fogjuk folytatni az oktatás-nevelés folyamatát, ahogy azt eddig tettük, hanem átállunk egy digitális tanrendre. Azt is gondolom, hogy a következő talán szombat délelőtt volt az a fontos mindenki életében, hogy és ezt hogy fogjuk megvalósítani. Azt is gondolom, hogy a kollégáim mindannyian leges-legelsőnek a történet lelki részét gondolták át úgy, hogy a gyerekek ebből a lehető legjobban jöjjenek ki. Az iskolák jelentős része használja a digitális eszközöket és oktatási formákat a mindennapokban, és a tanulók többségének is van olyan eszköze, amellyel el tudja végezni a feladatokat. A személyes jelenlét és a találkozás hiánya viszont nehézséget okoz. Nagyon sok olyan tapasztalatot gyűjtöttünk, akár mi, akár a gyerekek, ami arra utal, hogy a lelki része a legnehezebb. De a visszajelzések alapján igyekszünk mindannyian olyan feltételeket, eszközrendszert, módszereket átadni a gyerekek számára, amivel a lehető legjobban szinten tudjuk tartani az ő nevelésüket, oktatásukat, szinten tudjuk tartani a tudásukat, és egy kicsit előre is tudunk haladni.
Különös kivételt képeznek a 12-eseink, akik még érettségire is készülnek. Na, őket volt a legnehezebb összerakni, én így mondanám, hogy összerakni a lelküket abba az értelembe, hogy ne bánkódjanak, bár kimaradnak egy csomó dologból. Az idei nevelés évben már csak konzultációkra lesz mód a diákoknak, illetve gyermekfelügyeletet biztosítanak az intézmények. Nem kételkedem én abba, hogy a digitális tanrend idején mondjuk 8 óra előtt 5 perccel kelnek, nincs ezzel semmiféle probléma. Ha az otthoni munkát úgy kényelmesebb megtenni, hogy pizsamában vannak, még ez is elképzelhető. Egy kicsit, ha visszajövünk majd, az nehezebb lesz az ő számukra, hogy be kell utazni, és nem pizsamába fognak jönni. A nevelés, hát igen. A személyes példamutatás is nevelés, és amikor kollégáim digitálisan megjelennek a képernyőkön, akár telefon, akár monitor képernyőjén, azt gondolom, hogy a gyerekek csillogó szemmel nézik őket, mert az üzenetek ezt bizonyítják, hogy hiányzunk nekik. Jó anyámnak két kezére, csókjaimat hintem én, ezzel a két dolgos kézzel áld az Isten, amíg ér. A tantermen kívüli digitális tanrendben is látható, hogy a kreativitás nem ismer határokat. A 8. A-osztályosok online anyáknapi köszöntővel készültek. Nem nyefognék, de most már késő. Most látom, milyen óriáső. Szürke haja lebben az égen, kékítő told az éjüzében. Mit mondok majd először is? Kedves, szépet neki. Midőn meg bölcsömringbe te, a kart terjeszti ki. Itt vagyunk a holnapi nap előtt, amikor fiataljaink érettségüket írják meg. Az érettségizők az értük bemutatott szentmisét pedig online követhették a Szentlélek templomból. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Május az érettségről szól. Idén különleges körülmények között maturáltak az 1739-ben alapított Mosonmagyaróvári piarista iskolában is. Készfertőtlenítés után léphettek be az érettségiző diákok a Mosonmagyaróvári piarista iskola épületébe. A maszkviselése is kötelező, de legalább különleges szelfi készülhet. Egy teremben legfeljebb 10 diák tartózkodhatott, így az udvaron tartotta az eligazítást az igazgató atya. A terembeosztás az a tegnapihoz hasonló, hogy akkor az első terem diákjai menjenek föl. Természetesen minden védőeszközt megkaptunk, minden diák kap szájmaszkot, a védőfelszerelések készen állnak a tanárok számára is, ők kapnak gumikesztyűt és szájmaszkot is, illetve az épületbe való belépéskor, illetve a tanterem belépéskor tudják a diákok, tanárok a kezüket fertőtleníteni. Mi azt tapasztaltuk, hogy nyugodt körülmények között zajlott az érettségi. A diákok alapvetően a felkészülésüknek megfelelően részt tudtak venni a vizsgákon. Nem volt különösebb fennakadás, sőt azt lehet mondani, hogy jól elő volt készítve minden, tehát teljesen nyugodt körülmények között zajlott le az érettségi. Különleges időszak, ünnepe a gimnáziumi éveknek, amikor a tudásukkal a gyerekek számot adhatnak. Azt tapasztaljuk, hogy ez mindig különleges a diákok életében. Ők talán nem is érzik, hogy ez mennyiben más az előbbiektől, hiszen általában azért a diákok egyszer érettségiznek. Mi azt látjuk, hogy nagyobb készületet igényel az iskola részéről, de úgy tapasztaljuk, hogy ez mindenféleképpen teljesíthető, sok segítséget kaptunk a kormányzati szervektől, és minden idejükben megérkezett, tehát nyugodt munkával elő tudtuk készíteni a vizsgákat. A második nap a matematika vizsga ideje. Minden reggel némi izgalommal telik, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak. Reménykedek benne, hogy könnyű lesz azért, de hát egy 4-esnek azért meg kell lenni. Könnyű feladatok, érthető feladatok legfőképpen. Balázs angol történelem szakra készül. Szerinte könnyebbség, hogy nem kell külön szóbeli vizsgát tenni. Valahol nehezíti, valahol könnyíti, de úgy gondolom, hogy összességében könnyíti, mert nem kell azt a rengeteg szóbeli tételt még egy hónapra rá megtanulni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjen Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelket, adj nekik jó lelket,
lelked szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Minden reggel közösen imádkoztak a piarista diákok a vizsga megkezdése előtt. A központilag összeállított feladatlap kitöltésére középszinten 3 óra áll a diákok rendelkezésére. Ez pedig már az 5. nap, azaz a német érettségi ideje. Általánosságban a jogszabály lehetővé teszi, hogy előrehozott vizsgát tegyenek a diákok, így sokan már előző években megszerzik a nyelvi érettségit. Így kevesebb végzős vesz részt a nyelvi vizsgákon. Idén erre nem volt lehetőségük az alsóbb évfolyamon tanulóknak. Ez az a kis térség, ahol több német nyelvet tanuló diák van, mint angol nyelvet tanuló, bár ez az elmúlt időszakban kicsit változott, de valóban több németül tanuló és németből vizsgázó diákunk van. És az is igaz, hogy nagyon sok előrehozott vizsgát tesznek, érettségi vizsgát tesznek a diákjaink. Idén is többen szerettek volna, vagy 20-an előrehozott vizsgát tenni, és ebben a vizsgázó csoportban is nagyon sokan vannak, akik már az előző években megszerezték németből, angolból vagy más nyelvből az érettségi vizsgájukat. Az érettségi első hetének végén már fellélegezhetnek a diákok, a nehezén már túl vannak. A kötelező tárgyak, mint a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és a választott nyelv írásbeli vizsgáival a 2019-2020-as nevelési évben szinte már be is fejeződik az érettségi. Olyan volt, amire számítottam, sokat készültünk az iskolában, és mellette is. Legjobban a matektól és a töritől féltem, de ahogy éreztem, azért ez is remélhetőleg jól sikerült. Idén csak írásbeli vizsgákat tartottak, bár például Benyámin, aki testnevelésből érettségizik, és akik a hittant választották, azoknak lesz szóbeli is. A felkészülés viszont nem volt szokványos, mivel az iskolai keretek között nem lehetett találkozni, az online térben kellett felkészülni. Több volt a lehetőség, és a interneten keresztül azért a kapcsolatot jól tudtuk ápolni, és egész jókat tanultunk így is együtt az osztályjal. Mindenkinek emlékezetes a saját érettségie, mindenkinek van egy története, de talán a világháború óta az idén maturáló diákoknak kellett a legkülönlegesebb körülmények között megérniük. A Győri Prohászka iskolában ezúttal 2 osztály fejezte be gimnáziumi tanulmányát. A történelem érettségi napján jártunk ott, és érdeklődtünk az érettségi tapasztalatairól. Lezárt csomagban érkeznek meg az iskolákba az érettségi feladatlapjai. Adminisztráció előzi meg a kiosztást még az igazgatói irodában. A győri prohászkás érettségizők a történelem írásbelire készülnek. A magyar nyelven és irodalmon, valamint a matematikán már túl vannak. A szigorú higién és előírásokat már begyakorolták. Szerencsére az érettségi írásához leváltuk a maszkokat, így jelentősen könnyebb volt, csak az épületbe való közlekedéshez kellett a maszk, de hát az teljesen elviselhető volt. Nagyon jó volt, hogy kevesebben vagyunk a teremben, így kevésbé volt zajos is, könnyebb volt egy kicsit talán. Nagyon remélem, hogy jó témát kapunk, nagyon szeretem a 20. századot, meg a 19. századot, meg a 21. századot is, úgyhogy a jó témában reménykedem, és hát reméljük a lehető legjobb lesz. Egy kicsit a rendszerváltozás van bennem, meg az ANSZ. Úgy, de ki tudja. A magyart is nagyon szeretem, úgyhogy elveszem a verselemzést. Hát a matek egy kicsit a gyengém, de ott is megtettem a lehető legtöbbet, úgyhogy. Azzal kérdétek, hogy mindegyik lapra ráírjátok a neveteket, jó? Ez nem maradjon el. A diákok hosszú hetek után térhettek vissza az iskolába. A digitális munkarend előnye lehetett, hogy ugyan személyesen nem találkozhattak a diákok pedagógusaikkal, viszont több idejük maradt a felkészülésre. Folyamatosan ismételtem a kezdetektől a tanultakat. Videókat is néztem a témában, meg olvastam mindenféle irodalmat. Én nagyon örülnék mondjuk Hunyadi Mátyásnak, vagy Károly Róbertnek. Nagyobb odafigyelés kellett az érettségi megszervezésekor. Maszkot adni azoknak, akik nem hoztak magukkal,
készfertőtlenítőt biztosítani. Bevezettük az ajánlott óvintézkedéseket, ugye a tanulók közötti távolságtartást, már a beérkezéskor a felügyelő tanárok szeparálják a csoportokat, és minél hamarabb a helyükre kísérjük őket, hogy az érintkezés az minél kevesebb legyen. Nyilván az iskolán kívül ez a hatáskör ez nem működik, úgyhogy minden megy a megszokott kerékvágásban, még a rendkívüli helyzetben is. Nem csak a diákok várták az érettségit. 6 hete a pedagógusok is csak online láthatták tanítványaikat. Mindannyiunk, a saját nevemben is mondhatom, hogy örültünk, hogy végre találkozhatunk diákkal, hiszen pedagógus diák nélkül alapvetően nem ér semmit, illetve az oktatás sem, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk őket, örültünk, hogy legalább egy ilyen alkalom adódhat, hogy találkozzunk. Azt, hogy mennyire nehéz megoldani ezt a helyzetet, nyilván itt figyelemmel kellett lennünk azokra a kollégákra is, akik mondjuk abba a korosztályba tartoznak, vagy közelítenek ahhoz a korosztályhoz, akik már veszélyeztetettebb korosztályhoz tartoznak, illetve hát nyilván a krónikus betegségeket is figyelembe kellett venni. Tehát önkéntes alapon történt egy jelentkezés felügyeletre. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy elég szép számmal jelentkeztek, és átérezték a probléma súlyát, illetve a felelősséget is, a kollégák is jöttek. Több tanteremben valósítjuk meg az érettségét a megszokotthoz képest, tehát nyilván a létszámlimitet az betartjuk. Nálunk a 9 fő volt a legtöbb egy osztályteremben, úgyhogy ezt kényelmesen meg tudjuk oldani. 42 diák érettségizett a Prohászka iskola központban. Itt is több tanuló jelentkezett előrehozott érettségire, ám a járványhelyzet miatt ők most nem vizsgázhattak. Közel fél évszázada köszöntik a gradistjai horvátok a győri könnyező szűzanyát. A járványhelyzet miatt idén az online térben tartották meg az áhítatot. Most következő anyagunk is az online lehetőségeket kihasználva készült. Kod pastír Juske biskupie i csuvár kipa körváve szúze tocsetje divice Marie, vás srdačno pozdravljam u ovom živom prinosu marijanske pobožnosti iz prastare benediktinske opatije u Tihanju. Minden évben anyák napján közösségileg saját szentmiséjük volt, illetve egy délutáni Mária köszöntő is. Az idén erre nem volt alkalom a járványügyi helyzet miatt, és hát amikor azon gondolkoztam, hogy lehetne ezt az egész helyzetet megoldani, Püspök atyával abban egyeztünk meg, hogy legyen egy online közvetítésű, élő közvetítésű Mária köszöntő legalább ezen a napon, hogy ne maradjon el teljesen nyomtalanul ez a zarándoklat. Te bibizsim, ó, drága Majka, ó, plácsutya divica. A technikai hátteret Jeromos Perjel atya adta az apátsági templom sekrestjéjéből. Amúgy pedig zárt ajtók mögött zajlott az egész imádság, én egyedül a Máriaceli oltár előtt, kamerák erdejében, és hát rendtársaim segítettek abban, hogy ez méltó módon meg legyen ünnepelve. Srce nam je sada u Jurskoj katedrali, pred oltárom krvave suze točijete divice Marije, ali tijelom smo svimi u naši duami. Készítettem egy liturgikus füzetet, amelyben szerepelt az imádságnak a teljes felépítése, biblikus tartalmú Máriához, Mária közbenjárását kérő imádságok, a győri könnyező szűzanya énekeinek horvát nyelvű változataival. Ez volt igazából az első fele magának az imádságnak, a második fele pedig a kihelyezett oltári szentség előtt az Úr Jézus imádata. Dusza Krisztuseva posvetime, tielo Krisztusevo spasime, krv Krisztuseva napoime, voda i strani Krisztuseve operime. A Rába közkedvet búcsújáró helye a Csornai Premondrei templom. A Szelecsen Mária kegyképének tavaszi búcsúját minden évben május végén tartják.
Sorra érkeznek a hívek a csornai premontrei templomba május 24-én vasárnap este. Idén ezen a napon tartották a Szerecsen Madonna búcsúját. A helyiek szívesen keresik fel a kegyképet, hogy itt imádkozzanak. Nekem nagyon sokszor eljövök imádkozni minden. Az elmúlt két hónapban a helyi televíziónak köszönhetően sokan kapcsolódtak be a csornai szerzetesek liturgiájába. Mi Fertőhomokról érkeztünk, és mi nem a karantén miatt nem jártunk ugye templomba nyilván, korunk miatt sem, és minden szombaton este 7 órakor a premontrai atyák szentmisét néztük a rába közé kábeltelevízión, és nagyon szimpatikusak voltak, és az egész kegytemplom, és ma ezért eljöttünk ide templomba. A hívek örültek annak, hogy újra személyesen vehetnek részt a szentmisén. Sokan nehezen viselték, hogy nem mehettek templomba. Nehezen, mert el szoktunk jönni vasárnaponként a templomba. Otthon tévén keresztül próbáltuk a hitéletet élni. Az 1180-ban alapított Szent Mihály arkangyalról nevezett csornai premontrei prépostságot a török időkben el kellett hagyniuk a szerzeteseknek. A 18. század elején tértek vissza. A nagyméretű kegyképet Schrábl Tádé hozta magával Morvaországból. Érdekes a történetem, a pár évre rá ilyen ima meghallgatások történtek, úgyhogy valószínűleg a kép jól érezte magát itt, de nyilván nem a képnek köszönhető ez, hanem hát az az anya közbenjárásának. És ez mindig május utolsó vasárnapján szokott lenni a búcsúja. Külön búcsú van engedélyezve, a szentszéki engedély is megvan még, megtaláltuk a levéltárba, és hát most az idejében a pünkösd miatt egy héttel korábbra jön, akkor most egy kicsit azért megszorítva lesz a dolog, hiszen mindig délelőtt szokott lenni a nagyobb ünnep, délután ilyenkor 5 órakor a gyereke megáldás, ennek a képnek az a specialitás, hogy ilyenkor délután gyerekekkel szokott itt megtelni a templom, elhozzák a környékből a kisgyerekeket, és akkor minden gyereket, illetve családot külön áldásba részesítünk. Ugye közel van a május utolsó vasárnapja általában a gyereknaphoz, és így is kötődik egy kicsit, meg olyan, hogyha ránézünk a képre, akkor egy nyilván a szüzonyát mindig a gyerekkel ábrázolják, de van kedves, bájos teremtés, így a nagyméretről lejön itt a Jézus gyerekkori képe, és hát ami ennek a művész elképzel persze. A búcsús szentmisére ezúttal nem hívtak vendégszónokot. A konvent tagjai közösen mutatták be a legszentebb áldozatot. Fazakas Márton apát szentbeszédében elmondta, a Szentírásban nem olvashatunk arról, hogy a szűzanya sírt volna, de a történelem folyamán értünk esendő emberekért. Számtalanszor és sok helyen hullatott könnyet. Testvéreim, úgy gondolom, azért, mert ismeri a mi esendőségünket. Az, hogy kegyhelyeinken újból és újból tesz valamit értünk, az nekünk intés. Kegyelmi eszköz a mi jobb belátásunkra, a mi kételkedéseinkre. Figyelmeztetés, hogy esetleg nem jó úton járunk. A csornai szerzetesek életét is befolyásolta az elmúlt időszak. A korlátozások leegyszerűsítették a mindennapokat. Ennek voltak jó oldalai is. Tökéletes karanténban éltük meg, tulajdonképpen alig változott valami, ha azt vesszük. Hát nyilván a hívek nagyon hiányoztak, az biztos. Ez egy újfajta tapasztalat, hogy teljesen mindegy, hogy mennyien vagyunk, vagy hogyan vagyunk, például reggelente a hétköznapiségen, de akik itt szoktak lenni, és nem voltak itt, ők nagyon hiányoztak. Ez egy mindenképpen. Ugyanakkor hát nyilván máskor is mindig ezt a napi rendet éljük, amit most értünk, de azért úgy jó volt, hogy mindenki itthon volt rajta. Mindig teljes létszámba vettünk részt minden, ez úgy jó volt. Azt hiszem, hogy egy kicsit intenzívebb lett a közösség életünk. Például az is jó volt, hogy nem járkáltunk annyit, nem jöttünk, mentünk, hanem itthon voltunk. Az ott idő sok minden másra, amire hát korábban kevesebb. Úgyhogy ez egy nagy pozitívuma volt. Nyilván azokat megsajnáljuk, akik hát betegek lettek, meg hát vagy valamilyen kárt szenvedtek, munkahelyük, vagy bármi. Az bizony szomorú, de
hát ő jöttük imádkozunk, meg ahol tudunk segítünk, tapasztaltuk nekünk is, azért vannak ilyen gazdasági tevékenységünk, hogy bizony ez azért kihatott az emberek életére, hát ahol tudunk segítünk. A csornai premontrai templomban őrzött kegykép a cseh festőiskolák stílusában készült, az idők során erőteljesen megbarnult, innen kapta a Szerecsen Madonna elnevezést. 1790-ben tűzvész pusztított, leégett a templom, ám a kegykép sértetlen maradt. Most Juhos Imre atya elmélkedése következik. A lébényi plébános Krisztust, mint jó pásztort állítja elénk. Hogyan kerül az Úr Jézus szájára ez a jó pásztorról szóló kép? Ahhoz, hogy megértsük ennek jelentőségét, előbb egy kicsit el kell időznünk annál a kérdésnél, hogy az Úr Jézus korában mit is jelentett a pásztornak az alakja. Tudnunk kell, hogy Júdea nagy része Betlehemtől Hebronig terméketlen volt, következésképpen földművelésre alkalmatlan vidék volt, hogy a szegény nép mégis meg tudjon élni, kénytelen volt állattenyésztéssel foglalkozni, így ennek a vidéknek a legismertebb alakja a pásztor volt. Olykor évekig ugyanazt a nyájat őrizték, és így kialakulhatott a pásztor és a nyáj, sőt, a nyáj minden tagja között és a pásztor között egy sajátos kapcsolat. Először is azt látjuk, hogy az Úr Jézus példázatában, amikor ő pásztorhoz hasonlítja magát, akkor olyan pásztorról beszél, aki ismeri juhait. Nem tömegként kezeli a rábízott nyájat, hanem mindenkit ismer. Itt megkérdezhetjük magunktól, mi mennyire ismerjük egymást? A férj a feleségét, a feleség a férjét, a szülő a gyermekét, a barát a barátját. Aztán a jó pásztor örül, amikor megtalálja az elveszett bárányt. Nem szidja, nem oktatja ki, hanem egyszerűen örül, hogy ismét vele lehet. Tudunk-e örülni mások sikerének, mások boldogulásának? Aztán az evangéliumi jó pásztor a juhok előtt megy, és a juhok követik. Ezzel a képpel az Úr Jézus azt üzeni, hogy ő az életünk útmutatója. Ezzel egy igen mély emberi igényre utal, arra az igényünkre, hogy mindannyian szeretnénk irányt találni életünkben. Az élet folytonos menetelés a végső cél felé, ezért fontos, hogy tudjuk az út irányt. Az Úr Jézus azt üzeni, hogy aki őt követi, az nem tévedhet el, hanem egész biztosan hazatalál. Aztán a jó pásztor keresi az elveszett juhokat. Ezzel a képpel az Úr Jézus ismét egy mélyen gyökerező igényre utal, nevezetesen arra, hogy nincs végérvényesen elrontott élet. Életünk tele van kereséssel, tévejgéssel, elhibázott döntésekkel. Mégis hinni akarunk abban mi emberek, hogy minden szakadékból van kifelé vezető út. Ezt a hitet támasztja alá az elveszett bárányt kereső pásztornak a képen. Kedves testvéreim, ha a jó pásztor tulajdonságairól gondolkodunk, akkor olyan erényekkel találkozunk, melyeket ha mi magunk is elsajátítunk, akkor szebbé és jobbá válhat mindannyiunk élete, mégpedig a minket szerető Úr Jézus nyomán. Kedves nézőink, a Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsorát, a Krédó Katolikus Krónikát látták. Friss hírekért keressék fel egyházmegyénk honlapját. Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!